2022. január 6-án a Megyeháza előtt indult a Lónyai emlékév az egykori miniszterelnök mellszobrának koszorúzásával. Októberben pedig már a 12. rendezvénynek adott otthont a Megyeháza nagy terme. Baracsi Endre azt mondta, az emlékévben érintett települések mellett a megyei önkormányzat is támogatta a konferenciákat. Lónyai Menyhértnek az öröksége az több szempontból is kiemelt, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Magyarország történelme szempontjából is, és hát mi pedig igyekszünk ezt természetesen a lehetőségeink szerint a lehető legmagasabb míven ápolni, és igyekszünk a nyomdokaiba is belépni természetesen. Ferkovics Tibor, Tuzsér polgármestere köszöntő beszédében emlékeztette a hallgatóságot, a lónyaiak nem csak földes urak voltak, de az egyházat és a községet is támogatták. Tuzsér volt a példa arra, ahogy akkoriban írták az újságok, hogy egy nagy birtok mivé formálhatja az egész vidéket, és miként lehet ez dús áldássá, ahelyett, hogy a fejlődés megkötő átokká válna. Példa volt arra, hogy a kastély miként tart szerves emberi és kulturális kapcsolatot a parasztiházzal és a kunyhóval. Herman Róbert, a Magyar Történelmi Társulat elnöke azt mondta, a Lónyai család a 16. századtól folyamatosan jelen volt a magyarországi politikai vezetésben, de a legnagyobb hatást gróf Lónyai Menyhért gyakorolta az ország történetére, különös tekintettel az észak-kelet magyarországi régióra. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Lónyai Menyhért például a magánérdeket és a közérdeket mindig nagyon jól össze tudta egyeztetni, és büszke is volt arra, hogy ez milyen jól megy. Ezt nem kell különösebben szégyelni, ugye az a fontos, hogyha valakinek vagyona van, akkor az ne csak saját maga számára, ne csak a családja számára, hanem az egész közösség számára kamatoztassa, és Lónyai esetében elmondhatjuk, hogy mind a vagyonával, mind pedig a befolyásával ilyen tekintetben nagyon jól sáfárkodott. Tehát, hogyha van ennek valami fajta üzenete, akkor az az, hogy próbáljuk meg összhangba hozni a magánérdeket a közérdekkel, és ha már sokat kaptunk a közösségtől, akkor ennek a soknak legalább egy részét próbáljuk meg visszaadni magának a közösségnek. Klicsu Ferenc, a Lónyai emlékév rendezvényeinek egyik főszervezője úgy fogalmazott, a család történetének kutatását megnehezítette, hogy a II. Világháborút követően a család hagyatékát széthorták, és az arisztokrata családok múltját is megpróbálták eltörölni. Ezzel szemben Tuzsér község vezetése 2023-ban egy lónyai örökség központot tervez létrehozni. Az ebben évben feltárt anyagokat későbbiekben Tuzsér a berendezése kerül, vagy megrendezése kerül lónyai örökség központba helyezzük el. Tehát most fel tudjuk kutatni, fel tudjuk tárni, és tartalommal tudjuk megtölteni majd a leendő lónyai örökség központot. Klicsu Ferenc hozzátette, az elképzelések szerint a tuzséri Lónyai kastély szolgálna helyszínül az örökség központnak, de a kastély egyelőre még felújításra szorul. Az emlékév záró konferenciája után a szervezők az adventi időszakban is készülnek programokkal, Bodrogkalászi, Lónya és Tuzsér települések mellett a szlovákiai Deregnyőn is, a kárpátaljai településekkel pedig igyekeznek majd bepótolni az elmaradt közös megemlékezéseket.